Na hát itt vagytok Debrecenben néhány nap és olimpiai selejtező. Kicsit írd le, milyen most a hangulat, milyen várakozásokkal vagytok teli? Túl vagyunk egy kemény héten, ott kicsit lassabban telt az idő. Én úgy érzem, hogy ahogy most ráfordultunk erre az olimpiai selejtezős hétre, mindenki új erőre kapott, és tényleg most már csak ez a három meccs lebeg a szemünk előtt, lépésről lépésre szeretnénk egyre jobbak lenni, és az álmainkat elérni. Mit jelent nektek az, hogy itt hazai pályán harcolhatjátok majd ki az olimpiai részvételt, neked pedig ugye kétszeresen is hazai pálya, hiszen itt játszol Debrecenben. Igen, nekem dupla hazai pálya, hát most egy jó másfél hetet nem voltam itthon, és ahogy beértem Debrecenbe, már éreztem, hogy jó, de jó itthon lenni. Szerintem ez egy óriási élmény lesz. Debrecenben amúgy is nagyon sportszeretőek az emberek. Szerintem jó hangulat lesz. Én remélem, hogy nagyon sokan ki fognak majd látogatni és szurkolni nekünk, mert azért kell lenni fog mindenféle támogatás. Szerintem mi ezt élvezni fogjuk, és mindent ki fogunk tenni a pályára, szívünket, lelkünket. Menjünk végig az ellenfeleken. A Kamerunról annyit, hogy az egy kötelező győzelem, nyilván ez nem is titok. A svédek ellen bravúr lenne, ezt mondhatjuk, és Japán ellen fogjátok valószínűleg a kiki meccset játszani, de te hogy látod az ellenfeleket? Igazából nyilván mi is kevés idő van a meccsek között, szóval mind a három ellenfélre próbálunk készülni, de ahogy te is mondtad, a Kamerun elleni mérkőzés az egy kötelező mérkőzésnek kell, hogy legyen, de elsősorban arra próbálunk koncentrálni, hogy tényleg így a három ellenfélre konkrétan a taktikákat, amíg mind a három ellen jó lehet, vagy hasonlóságokat keresni, hogy úgy tudjunk kompletten készülni. De az a legfontosabb tényleg, hogy a saját figuráinkat, a védekezésünket rendbe tegyük, és lépésről lépésre magabiztosságot gyűjtsünk, mondjuk ezen az első meccsen az is fontos lesz, hogy mondjuk milyen lelkiállapotban tudunk belemenni ebbe a svéd meccsbe. Szóval tényleg nem szaladunk előre, mi is tudjuk, hogy valószínűleg nagyon fontos lesz a vasárnapi meccs, és hogy sok minden fog azon eldőlni, de először is a Kamerun elleni mérkőzésre szeretnénk összpontosítani. Mi lehet ezen az olimpiai selejtezőn a magyar válogatott erőssége, amivel ki tudjátok majd vívni a párizsi repülőjegyet? Szerintem a küzdeni akarásunk, meg ez a csapat összhang, hogyha ezt, ahogy mi most itt érezzük magunkat, ezt ki tudjuk tenni a pályára, szerintem tényleg itt csodákra lehetünk képesek, és én ezt várom, hogy meg tudjuk mutatni. Hogy látod a ti posztotokat, a beálló posztot? Ugye most az osztrákok ellen viszonylag te játszottál nagyon sokat, de volt, amikor Bordás Réka volt az első számú beálló, Pásztor Noéminek is voltak jó meccsei itt a felkészülés során. Hogy látod, miben, hogyan tudjátok segíteni ezt a válogatottat? Igen, én úgy gondolom, hogy jól ki tudjuk egymást egészíteni. A lényeg az, hogy valakinek jól menjen, és tudjunk segíteni a csapaton. Fontos lesz a beállós elmozgás itt a Kamerun és a Japán ellen is, hiszen ők kicsit szellősebben védekeznek, jobban fellépegetnek. Ott nagy szerep hárulhat ránk, hogy a többieknek helyeket tudjunk csinálni, és megmozgassuk bent a falat. Igazából mindenkinek meg lesz a saját feladata, és majd arra kell összpontosítanunk. Mi is majd együtt készülünk, és mi is segítjük a csapatot, ahogy csak tudjuk. Nyilván egy álom várna valóra, ott lehetnétek Párizsban. Van valami fogadalom, hogyha esetleg ott leszel, akkor mit csinálsz meg, vagy mit teszel meg? Fogadalom nincs igazából. Hát a legnagyobb álmom ez az olimpia, és most tényleg itt vagyunk a kapujában. Nagyon-nagyon szeretnék ott lenni és megtapasztalni is ezt az olimpiai érzést, és tényleg szerintem ez egy sportoló legfelsőbb célja, vagy nem tudom, hogy leírni, szerintem leírhatatlan. Igazából tényleg mindent meg fogunk tenni, hogy ott lehessünk. Ugye a fiúknak hazai pályán sikerült kivívni a részvételt, mennyire hatott rátok inspirálóan az ő sikerük? Hát néztük, követtük őket, hidegrázós volt az egész, és tényleg egyből mi is beszéltük, hogy mi is ezt szeretnénk átélni, és mi is hazai környezetben szerintem minden adott arra, hogy ezt el is érjük, és nagyon boldogok lennénk, ha sikerülne.